Nagyon-nagyon nagy szeretetek, köszöntök mindenkit. Dr. Tihanyi Tamás vagyok, az ezoterikus tudományok doktora, mestere, parapszichológus vagyok, és párkapcsolati pócs mediátor vagyok. Pont erről szeretnék beszélni, most a párkapcsolati pócs mediátor tanfolyamról, ami februárban fog indulni, nagyon kedvező áron, és ennek az anyaga úgy van felépítve, ennek a mediátor Postmediátor iskolának, hogy az okot szüntessük meg, amennyire csak lehetséges a testbe. Én nekem hatalmas nagy gyakorlatom van, hatalmas nagy tapasztalatom van. Sajnos, ugye, picivel 60 év fölött vagyok, de van viszont négy gyermekem az előző házasságomból is van kettő, egy fiú meg egy lány, meg a mostani házasságomban is van, szintén egy fiú és lány. És rendkívül nagy tapasztalattal rendelkezem, és ugye körülbelül 60 ezer kezelést hajtottam végre, és rengeteg embert ismerek, az emberek jelentős része megosztja velem a problémáját, hogy milyen probléma, elmondja, mi történik vele. Szóval nagyon nagy tapasztalatom van, és ezt a nagy tapasztalatot igyekszem kihasználni ebbe a tanfolyamba, iskolába, Pocs Mediátor iskolába. És olyan módszereket, amiket én találtam fel, hogy az okot szüntessük meg, kis mértékben teszek bele spiritualitás, de nem ezoterikus jellegű előadás Ez a tanfolyamról van szó, de egy kicsikét muszáj beletenni, hogy a okokat megszüntessük a testbe. Ugye mai világban a lakosság 50%-ának a házassága felbomlik, akinek ilyen szoros kapcsolata van, el sem jut odáig, hogy házasságot kössenek egymással. A szerelem az könnyen megy, a szerelem úgy alakul ki az emberbe, hogy minden embernek van egy rezgése, egy hasonló rezgése, és az az ember, akinek a rezgése közel áll hozzánk, abba leszünk szerelmesek, egy ötöd másodperc alatt. A szerelem sajnos kb. másfél év alatt elmúlik, és ugye, hogy elmúlik a szerelem, hogy utána még egy másfél évig még tart valamennyire, ugye, és ha nincsenek meg köztünk a, a párunkkal szemben a kötődések, hogy az őszintesség, a kötődés, akkor ugye jelenkeznek a problémák, hogy milyen okokról beszélek én. Hát először is az idegrendszeri problémák. Minden ember megszületésé óta csak gyűjti, gyűjti magába a stresszt folyamatosan. Az idegrendszeri problémákat is okoz, de meg egyéb más problémákat is. És ha ezek a nem oldjuk meg az okot, nem szedjük ki az emberekből a stresszt, ami idegrendszeri problémát okozza, akkor különböző módszereket mondhatunk, csinálhatunk, de tökéletes eredményt nem lehet elérni. A másik probléma egyébként, ez is probléma, ha valaki van szellem meg átok. Ha valaki el van átkozva, bármennyire nem hiszünk benne, attól még működik ez, bizony teljesen másképp viselkedik ez az ember, mint normál szituációban. Nyilván ettől is meg kell szabadítani az illetőt. A szellemtől is, mert ott van a hátunkon, és a szellem az ő stílusát akarja ránk, az életformáját akarja ránk kényszeríteni. már, hány, már mondtam, vagy három dolgot, ugye az ok megszüntetés. És a másik nagyon nagy probléma, ez egy hatalmas nagy torta, amiről beszélek, hogy nem ismerjük egymást. Nem tudjuk, hogy milyen genetikailag a férfi, meg a nő. Ha ezt tudnánk, akkor is a a veszekedéseknek a 70%-a megszűnne. Hiszen mi történik? Jelen pillanatban érdekelünk, ugye fiúk, lányok, minden jegyet genetikailag abból az időszakból hozzuk, amikor még a barlanglakók voltunk. Mindent. Genetikailag ezek tovább öröklődő dolgok, minden az, abból az időszakból származik bennünk. És más egy férfi, meg másik egy nőnek az agya. Vannak különbségek, igen. Jelentős különbség van az agyunkban, és ezért másképp viselkedünk, meg genetikailag mást örököltünk. Ugye, olvastam, írtak hozzám egy levelet, egy hölgy, rettentő mérges volt a férjére, pe, szerette a férjét, és abban az állt, hogy ilyen és ilyen a férjem, mindig ideges, feszült, azt se tudja, hol van a pelenka, és a telefon a nem a telefon, a tévét elvirányított a falhoz csapta. Na most megmondom őszintén, a férfiak nagy része nem tudja, hol a pelenka. Fogalma nincs róla, genetikailag ilyenek vagyunk. Egy férfi benéz a hűtőbe, és keresi a vajat, jó körülnéz. Hol a fenébe lehet az a vaj? Körülnéz, mindent sem, nem találja. Szól az asszonynak, mondjuk, a, a, háznak a másik oldalában van az asszony. Anya! Hol a vaj? Hát ott van, felülről a második polcon, a tejföl mögött. Megint benéz. Azt mondja Nincs is ott! Erre begorul az asszony, oda megy és előveszi. Onnan, ahonnan mondta. Mert a férfiak, ilyenek a férfiak, csőlátásúak. Mert annak kedvéért, amikor vadászott, ezeket mind figyelembe kell venni a párkapcsolatnál, hogy milyenek vagyunk mi. Amikor vadászott, ugye, és el kell magyarázni nekik, hogy mi miért van a testben. Én mindig ok beszélek, és azért kellett csőlátásnak lennie, hogy tudjon célozni, arra tudjon koncentrálni egy, mit tudom, egy szarvasra, vagy egy mamutra, vagy bármire. Le tudja őt győzni. Egy csőlátása van, de nem tud jobbra-balra látni, nem tud, de a nők tudnak, az a 180 fokos térlátása van, a férfinak nem. Sőt, a nő még lefelé, meg fölfelé is jobban tud nézni, még a férfi sokkal kisebb mértékben tudja ezt megtenni, csőlátása van. Ezért a férfi például keresés, meg egyéb szempontjából sokkal bénább, mint egy hölgy egyébként elnézést. Én nem azért mondom, hogy bárki, hogy probléma legyen az emberek között, ráadásul a nők tehetségesebbek legtöbb dologban, mint a férfiak ebből kifolyólag. Szóval kell tudni, hogy milyen a férfi. Ugye a férfi hazamegy a munkából, ledögli, és csak 700 karakter fél el az agyába, majd már délután négykor már elfogyasztotta a 700 karaktert, hazamegy végre, ledöl, kapcsolgatja azt a bigyuszt, össze-vissza, nem lát, abból szinte semmit se. Mert a gondolatait rendezi olyankor. És nem is hal ilyenkor. A férfi nem is hal. Alig, ha olvas, akkor se hal, a férfi olyan. És ha ilyenkor oda megyünk hozzá, és elkezdjük piszkálni a férfit, ne csodálkozzanak, hogy a repül a, a tévékapcsoló. Szóval ismerni kell. Nem szabad ilyenkor oda menni a férfihez. Férfihoz. <coughs> más ilyen érdekes dolgok vannak még ebből a kapcsolatban. A hölgyek pedig sokkal tehetségesebbek, majd jobb a szaglásuk, jobb a látásuk, az ízlelésük is jobb, ugye jobb a térlátásuk. Azért van térlátásuk a hölgyeknek, mert ők, na hogy magyarázzam el, gyűjtögetőret módot folytattak annak idején, és Hát gyűjtöttek, erre mindenfelé kellett nézni, magokat minden keresni kellett, a gyereket kellett nevelni, és figyelni kell, hogy nem jön valami állat, valami ellenség, ami megtámadhatja a barlangba őket, és kifejlődött a, ez a térlátás 180 fokba. Ugye meséltem már önöknek, hogyha egy férfi meg egy nő megy az utcán, és a, a férfi meglát egy jó popsit, ugye, akkor csak így néz a férfi. Az asszonynak ez se kell, már, már harap is rá, Pista, mit csinált? Nem megmondta, megmondta, mint... nincs is jó se a nőnek. <laughs> Mindegy. A nő is állítja a kutatások alapján ugyanúgy megnézje a férfiak popsiját, csak nem vesz észre a férfi, mert 180 fokba tud nézni. Nem kell fejét elmozdítani ehhez a dolgokhoz. Bemegy egy hölgyek, sokkal jobban tudnak beszélni, lukat beszélnek az ember hasába. Azért van ez, mert a bal agyfél tekéjük nagyobb, hamarabb felődik, a kisgyerekek is sokkal jobb, hamarabb lányok, jobb, hamarabb olvasnak, hamarabb tudnak mindent csinálni. Énekelni is jobban tudnak, nagy többségében a hölgyek. És a, a férfiak, és ráadásul még a beszédközpontjuk nem is egy van, hanem kettő van. Még a férfiaknak csak a bal agyfél bal oldalon van beszédközpont, máshol nincsen, és a sírülés éri a férfi agyat, akkor megnémú nem tud beszélni. Egy kis lényegesen hátrányban vagyunk a beszédben a hölgyekkel szemben, logopédushoz szinte csak fiúk járnak. A hölgyek nem járnak. A hölgyeknek kettő beszédközpontjuk van, és mivel a két agyféltek között 30%-a több ideg összekötetés van, ezért oda-vissza tudnak a két agyféltek között játszani, még a férfiak nem vagy a bal, vagy a jobb agyféltekét tudják használni. Például hogy egy hölgy bemegy egy moziba, egy mellékhelyiségbe, mosdóba, az pillanatok alatt három négy 5 emberrel akár életre szóló barátságot tud kötni, jó kapcsolat, míg a férfi elmegy abba a helyiségbe, ott senki ez nem szól, elvégzi a dolgát, és utána jön ki. Azért annyira is tudnunk kell, hogy milyenek vagyunk, hogy, hogy, a hölgy akkor, amikor a férfi 30%-ban van, akkor ő 900 ban van, akkor is. Mert beszél, mondja, 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 mondja folyamatosan, és a hölgyek beszéd közben vezetik le a stresszt is. Hát tudom én azt otthonról, azt hiszem. És a férfinak meg nem, egy, egy csönd kell, egy üres járat, egy gondolkodás, hagyni kell ilyenkor a férfit, nem szabad hozzászólni, mert abból baj lesz. De a férfinak is tudni kell, hogy annyit beszél az asszony, meg, meg, meg mindent, meg kiszagol, mindent megcsinál, az nem ő elene van, Ezeket mind tudni kell, egyszerűen mert ilyenek genetikailag a hölgyek, ilyenek hamarat tanulnak, meg beszélni, többet tudnak beszélni, úgy álnom, pörölnek, mivel lapos kúszázva mászkálunk otthon. Ugye van is egy vicc, hogy miért élnek a nők tovább, mint a férfiak, azért, mert nem volt feleségük. Na, mindegy lényeg az, hogy meg kell tudni ismertetni az embereket azzal, hogy genetikailag milyenek a férfiak, milyenek a nők. És ha ezt nem tesszük, akkor nem tudunk bizonyos problémákra logikus magyarázatot adni. Mert bizony ebből adódik a legtöbb, hogy nem tudjuk, milyen a másik. És ha ezt mi nem magyarázunk el egy párkapcsolatba a két szereplőnek, akkor nem is lesz igazi béke. Lehet ezt az csinálni, de nem. Még, amit nagyon fontosnak találok egyébként, a önszuggesziót. Ugye tudjuk, a, a tudat alattiról beszélek, én nem véletlenül mondtam azt, hogy rendkívül nagy tapasztalata rendelkezem, és én ezt ki akarom használni a mediátoriskola vagy pótiskolába, ami februárban kezdődik, nagyon kedvező áron, mert az ember olyan, hogy a tudat alattiába, ami az agyunknak a 90%-át teszik ki, addig megtapasztal dolgok az életünkben, különösképpen ilyen esetben a házassága kapcsolatos Dolgok, ott lerakodnak, ott vannak egész halálunkig. És nyilvánvaló, hogy minél több van ott benne a tudatalattiba, annál több nagyobb a, hogy mondja, okosabb is az ember, nyilván, mert tapasztaltabb, és annál több mindent tudunk, ugye, minél több minden van benne. Az indiánoknál, meg, meg keleti országok mindenhol mindig kikérik a véleményét, az idősebb embereknek, a idős, én idősebb tanácsom, sokszor volt régebben is, egyébként az idősebb emberek, mert azoknak sokkal többet tapasztaltak meg, és az én tapasztalatomat, amit 60 ezer kezelésnél összegyűjtöttem az emberekről, meg ugye a gyermekeim, meg mindenki ezekkel kapcsolatban, ezeket fel tudom használni a pócs tanfolyamba. és ugye a spirituális tudásomat is fel tudom használni, mert a spirituális tudásomban mindig azt akartam, és azt csinálom mindig, hogy az okot szüntetem meg a testbe. Itt is azt fogom csinálni ezeken a tanfolyamokon, hogy az okot szüntessük meg, meg világosítsuk fel az embereket. Ugye mondtam, ugye, hogy a tudatalatti. Most a tudatalattinkat lehet befolyásolni. Ha a tudatalattinkban önszuggesziót csinálunk, például eljön két ember, egy ilyen meetingre, ugye, amit tanítani fogok ma nyilván, hogy a egy pocsmediátor képzőben, hogy azok lesznek, pocsmediátorok lesznek, hogy elmondják a problémájukat, ugye egyik a másikról, a másik erről, és akkor szépen le kell írni. És az le van írva, ezen nyilván változtatni kell ezeken a problémákon, legyen az féltékenység, legyen bármi, ami csak van a ami, csak érik az embereket. És ilyenkor azt kell csinálni, én azt csináltatom ilyenkor, hogy önszuggesziót csináltatok, ami azt jelenti, hogy bizonyos problémáknak a pozitív megfelelőinek a mondatát elmondom, és azt nagyon sokszor el kell mondani, ha lehet hangosan, ha nem, akkor magába, és előbb-utóbb az bekerül a tudatalattiba, és az lerakódik, és ott, ott talajt fog, ott gyökeret fog a tudatalattiba, és ezáltal meg tudnak az emberek változni, Ezt tudatosan fel kell építeni ezeket a dolgokat, és így ilyen formában minden szónak jelentősége van, és meg lehet változni teljes mértékben. De önben mondtam, ha nem oldjuk meg az, hogy nyugodt legyen, nem oldjuk meg, hogy az idegrendszerének ne legyen problémája, és amiket mondtam önöknek sorba, nem tudjuk, nem, nem tudjuk meg, hogy milyen a férfi, milyen a nő, nem, nem tudjuk, mit várhatunk el a másiktól, és azért bántjuk esetleg a másik embert, ami nem szabadna. Most itt van a féltékenység. Ugye nagyon sok ember féltékeny. Úgy férfi, úgy hölgy. És ha állandóan féltékeny az illető, és állandóan mondja neki, hogy fél órát nem tudja telefonnal elérni, vagy bármi, ami van, állandóan mondja neki, biztos a piroskával voltál, biztos a liftbe megcsaltál, vagy fordítva, teljesen mindegy, mert által -e ugyanannyi férfi és nő csalja meg a másikat, nem csak a férfiak csalják meg a nőket, fordítva is van, különösképpen olyan 50 év közelébe, a hölgyeknél jobban, nem tudni, hogy miért, van elkezelésem, de mondjuk azt nem akarom elmondani, és ugye megcsalják a másikat, és ha örökké azt mondja, hogy a féltékenységét mondja, előbb-utóbb belehergeli a másikat, hogy tényleg meg fogja csalni. Csak mondja neki, csak mondja neki, nem tudtalak felhívni 10 percen keresztül, hol voltál? Könyörgöm, de jó volt, amikor nem volt rádió, telefon. Jaj, de jó volt, komolyan mondom. Akkor nem lehetett annyit féltékenykedni, mert bárhol lehetett az illető. Na, szóval erről, erről köben ennyit akartam mondani, hogy hogy ö, hamarosan kezdődik, és tényleg ezekkel, amit én tanítani fogok, tényleg valójában nagyon eredményesen lehet segíteni az embereken, tényleg érdemes eljönni, ebből pénzt is lehet keresni, nem is keveset, ugye aki tanítok, azok megkapják, hogy a, a púcs végzettséget, avval simán dolgozhatnak, és meg mediátor is lesz, meg pócs is mediátor, és még olyan is lesz benne, hogy emlésúj levétel. Ugye tudjuk jól, illetve, hogy sokszor hozott dolgokat visszük bele például a házasságunkba. Ami otthon történt anyukánk, apukánk között, és bizony, vagy amit csináltak velünk, ugye esetleg szülők, vagy butább szülők, azok mindig ott vannak, amit tudatalattinkban, miről beszéltem már tudatalattiról, és az utána nekünk, mint egy szálka ott van benne a testünkbe, és problémát okoz. Ezt ugye a meditációban kell csinálni, de mindenki meg tud tanulni meditálni, mindenki, csak el kell adulni és mondani kell a dolgokat, és emléső levételt meg tudjuk csinálni, illetve nem nekem kell azok, akik majd csinálják, akiket én tanítom fogok, megtanítom őket az emlés új levételre, ott szépen tegyük fel valaki 50 éves, és évenként megyünk vissza az életébe, és megnézzük, hogy milyen probléma érte. És ha ezeket a problémákat még ki tudjuk szépen onnan szedni, akkor már fél győzelemmel vagyunk ahhoz, hogy a mi párunk kapcsolata jó legyen. Mert állítólag 50-60 százalékban az okozza a problémát, hogy mit hozunk otthonról. És ugye, amiket mondtam, egyéb okok, okok megszüntetése, amire nagy hangsúlyt fektetek, az megint csak. És még lehet külön még meditáció, egyéb meditációt is csinálok a, fogok tanítani egy egyéb meditációt, ami kimondtan arra szolgál, hogy a lelke nyugodtabb legyen, kiegyensúlyozottabb legyen, és könnyebben el tudja viselni a problémákat. Ez öt napos, három nap meg kettő nap, így hétvégén van, és tényleg érdemes vele foglalkozni, mert, mert nagyon nagy tudást ad, nagyon nagy tudást ad, olyan tudást, ami céltudatos, eredményes, és eredményesen lehet használni ezt a tudást, amit a Pocs képzőiskolába adok át, és tényleg nem olyan, hogy mellé beszélés, és akkor azt mondom, hogy ez legyen, az legyen. Például van egy olyan fajta probléma is, hogy elfejlődés. Az azt jelenti, hogy a legtöbbször ez hölgyeknél szokott előfordulni, hogy elmennek különböző ezoterikus, ezoterikus spirituális iskolába, mert otthon nem érzik annyira jól magukat, és teljesen megváltoznak gondolkodási módban spirituálisan, és a férfi meg azon a szinten van, ahol van, és bizony ebből kimozgatni őket nagyon nehéz, majdnem hogy lehetetlen, és ebből problémák adódnak ugye egy házasságban, nem is kicsike. De egyik nem, hogy a problémát én a féltékenységet találom egyik nagyobb problémának, meg meg lehet mérgezni a másik embernek az életét. Teljes mértékben. De ezt tudni kell, hogy az, aki féltékeny, próbálja kis, kis időre is visszafogni magát. Mert még rosszabb helyzetet teremt, ha Ándon azt mondja neki, hogy ezzel voltál, azzal voltál, közben nem is. De előbb-utóbb belekergeti a másikat. Hát ennyit akartam, körülbelül erről beszélni a Pócs Mediátor tanfolyamról, ami februárban kezdődik, és bízom benne, hogy sok embert érdekel, és másoknak elmondják, hogy ez milyen nagyszerű dolog, és ezzel pénzt is lehet keresni, meg más családokon lehet segíteni ezekkel a módszerekkel.